Az év elején elfogadott költségvetésben 87 millió forintnyi kommunális adóval, 115 millió forint gépjárműadóval adóval és több mint másfél milliárd forint iparűzési adóval számolt és tervezett a város. Hogy ez mennyiben teljesül, az a második fél éves befizetések összegzése után derül ki. Az első fél évi adókat március 15-éig, a második fél évét pedig szeptember 15-éig lehet befizetni. Az adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlé számolnak fel. Akinek pedig túlfizetése van, kérelmezheti az összes átvezetését más adó nem számlájára, vagy kérheti a visszatérítést is. Ha egyiket sem, akkor automatikusan a következő befizetésre használják fel azt.